Jó estét kívánok, köszöntöm a Gyöngyösi Városi Televízió nézőit, a Döntés Előtt című magazin műsorunkat látják élőben. Holnap után 28-án tartja meg képviselőtestületi ülését 60 Gyöngyös Város önkormányzata. Ennek kapcsán köszöntöm a frakciók vezetőit is. Dr. Vég Attilát, a baloldali pártok frakció vezetőjét, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Köszöntöm Faragó Tamás urat, a Jobbik frakció vezetőjét. Jó estét kívánok a nézőknek. És köszöntöm Kis Tibor urat, a Városom Szeretlek Egyesület, Fidesz-KDNP frakció vezetőjét. Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok a kedves nézőknek! November 17-e vasárnap, jeles nap volt Mátrafüreden, ezzel kezdjük most a beszélgetésünket, mégpedig a részönkormányzat választás volt, megszülettek a döntések. Faragó Tamás urat kérném arra, aki a Mátrafüredi részönkormányzat elnöke is, hogy értékelje a választásokat, hogy sikerült Mátrafüreden. Hát köszönöm szépen. Azt lehet mondani, hogy nem nagy részvétellel, de végül is megfelelő részvétellel zajlott le múlt hét vasárnap a Mátrafüredi részönkormányzatnak a választása. Itt azt kell tudni magáról a rendszerről, hogy az egyes körzetnek a képviselője szokott lenni a Mátrafüredi részönkormányzatnak az elnöke, tehát aki az egyes körzetben a körzetet megnyeri, ő lesz az elnök, és Mátrafüred pedig egy ajánlógyűlésen ajánlhatott olyan személyeket, akiket alkalmasnak tart arra, hogy képviseljék Mátrafüredet ott helyben egy részönkormányzat keretein belül. Itt megszülettek az ajánlások, 8 induló volt, 17-én lezajlott a választás, 202 választópolgár járult a urnákhoz, a választói urnákhoz. Hála Istennek azt tudom mondani, hogy semmi rendbontást, semmi nem történt, olyan dolog, ami problémába ütközött volna, nagyon jó hangulatban telt el maga a választás. Ezekben az esetekben a részönkormányzat lehendő elnöke mindig ott van, mint bizottsági elnök, és úgymond egy kicsit fogadó óra is volt, hiszen jöttek az állampolgárok, elmondták a panaszaikat, úgyhogy nagyon sok minden új információval gazdagodtam, és következő időszakra különböző problémákkal, amiket majd meg kell oldani, és ugye elmondták azt is az emberek, hogy melyek azok a problémák, amiket nem tudtunk megoldani, és erre tudtam esetleg nekik választ is adni, de nap végére kiderült, hogy ugyanazzal a csapattal, akivel eddig dolgoztam együtt, ugyanazzal a 4 fővel, Ferenc Angélával, Grassalkósné Varró Zsuzsával, Szuromi Lászlóval és Tóth Jánossal folytatjuk tovább a munkát. Azt gondolom, hogy a mátrafürediek ezzel elismerték a elmúlt 5 év munkáját, attól függetlenül, hogy nagyon jó volt a többi jelölt is. Tehát azt tudom mondani, hogy nagyon jól tudtunk volna együtt dolgozni. Én már előtte így gondolkoztam is, mint részönkormányzat vezető, hogy ha mások jutnak be, akkor milyen feladatköröket tudok nekik leosztani, mire alkalmasak, mit tudnak elvégezni, és akkor próbáltam ezeket összerakni. De sajnos, vagy hála Istennek, ugye ez egy érdekes szófordulat. Nem tudom azt mondani, hogy ők rossz jelöltek lettek volna. Volt, aki nagyon minimálisan maradt le, csak 10-15 szavazattal, tehát tényleg nem volt sok különbség közöttük, de hát ez az eredmény született, én azért örülök ennek, egy régi csapat, összeszoktunk, mindenkinek megvan a feladata, reméljük, hogy a közeljövőben ugyanazt a fejlődési tendenciát, amit eddig tudtunk Mátrafüreden produkálni, ezt tudjuk a közeljövőben is hozni. Jó, akkor még az eskütétel előtt állnak a megválasztott képviselők, most lesz majd a testületi ülésen az eskütétel? Igen, most lesz a csütörtöki testületi ülés délelőtti óráiban a eskütétel, utána tudunk neki fogni a munkálatoknak, nagyon sok minden van már, amiről döntenünk kell a következő. Valószínűleg egy rendkívülit össze kell hívnom, mert vannak olyan, jön az advent ugye, és nem szabtunk meg, tehát mi úgy szerettük volna átadni a Mátrafüredi részönkormányzatnak a büdzséjét,
hogy az utánunk jövők, ha esetleg az más lesz, azoknak legyen még forrásuk, tehát ne az legyen, hogy egy üres kasszát kaptak, mert nem akartuk előre megszabni nekik, hogy ez évben még miket csináljanak meg. Ezért hagytunk egy összeget, amit most valószínűleg a rendkívül ülésen be fogunk osztani, hiszen jön az advent, mi szeretnénk továbbvinni az adventet, ennek a rendezvénynek a költségei. Ugye jön a télapónál minden esetben a helyi óvodába szoktunk vinni csomagokat, ennek van egy költsége, tehát ezt a Mátrafüredi részönkormányzat finanszírozza. Tehát ezeket meg kell szavazni. Mi nem szerettük volna, ha más kapja meg ezt a lehetőséget, rájuk erőltetni ezeket a feladatokat. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt az elmúlt 5 évben vittük, és szeretnénk is továbbvinni. És akkor mielőtt a két frakció vezető úrnak átadnám a szót erről a témáról, azért beszéljünk arról is, hogy nagy beruházás is zajlik éppen Mátrafüreden, és itt az útépítésre mondjuk az üdülő sorra gondolunk, de több utcára is akár. Igen, hát egy elég érdekes folyamat zajlódott le Mátrafüreden az üdülősorral kapcsolatban. Egy óriási problémával kellett szembesülnünk. Aki vállalkozó megnyerte a közbeszerzést, az lehet azt mondani, hogy szakmailag sem a legjobb munkát végezte, és a időpontokat sem tudta betartani. Ezért a vállalt időpont végén felmondtuk neki a szerződést. Új vállalkozóval megkötöttük a szerződést, és az információim szerint csütörtökön már a üdülő soron elkezdődnek a munkálatok. Ez először majd a szennyvíz aknáknak a tetejének a szintbehozatalával fog kezdődni, hiszen azt is rosszul végezte az előző vállalkozó, majd utána az aszfaltburkolat alá tömörítés, majd utána az aszfaltozással folytatódik, és ezen kívül még két utca fog megújulni Mátrafüreden, az egyik a Turista utca, ha valaki be akarja ezt azonosítani, ez az orvosi rendelő előtti utca, amely parkoló is, tehát hála Istennek maga a parkoló rész is egy új aszfaltburkolatot fog kapni, és van még a Kilátó utca, ahol a tavalyi évben egy csapadékvíz elvezetési vájút építettünk, és ehhez hozzá kell majd aszfaltozni az utat, úgyhogy reméljük, hogy karácsonyra minden út el fog készülni. Tehát akkor a beruházás még ebben az évben befejezésre kerül. Uraim, Mátrafüredi Részönkormányzat dr. Vég Attila parancsolja. Köszönöm szépen, Tamás kimerítette a nem létező időkeretét. Röviden csak annyit, hogy gratulálok a megválasztott régi új képviselőknek. Remélem, hogy eredményesen együtt tudunk működni Gyöngyös, illetve a település rész Mátrafüred fejlődése érdekében. Én úgy gondolom, Tamás azt mondta, hogy nem túl nagy részvétel mellett. Én meg azt mondom, hogy igenis szép eredmény az, hogy egy önkormányzati választás után, egy részönkormányzati választáson az érintett választópolgárok több mint a 30%-a megjelent, 25% volt a SMS-ünk alapján a limit, tehát én legnagyobb elismerésem, hogy ennyi embert meg lehetett mozgósítani erre a választásra. Köszönöm szépen, kis Tivadar úr parancsolja. Én osztom a Tamás véleményét, tehát alacsonynak találom ahogyan elmentek szavazni. 202-en éltek a szavazati jogukkal. Annak viszont örülök, hogy 8 jelölt volt, tehát nem 4 jelöltből kellett 4 képviselőt választani, hanem 8-ból. Én is gratulálok a bejutottaknak, és jó munkát kívánok a következő évekre. Köszönöm szépen, akkor Gyöngyös Város Önkormányzatának napi rendi pontjaira is rátérhetünk, amelynek az egyik része volt ez a részönkormányzati történet. Számos napi rend lesz holnap után terítéken, közel 50 napi rend, ebből a lényegesebbeket próbáljuk ma górcső alá venni, és kezdjük az SMS módosításával. Dr. Vég Attila parancsoljon. Igen, én kezdeném annál is inkább, mert a Jogi és Ügyrendi Bizottság az, akit ciklus elején felkér a képviselőtestület, hogy a hatályos SMS-t módosítsa, vagy új SMS-t alkosson. Ennek a feladatnak próbáltunk így viszonylag lóhalálba eleget tenni. És gyakorlatilag olyan nagy változtatásokra nem volt szükség. Ugyan új rendeletet alkotunk, mert rengeteg ilyen
stilisztikai javítást végeztem magam is rajta, amik csak ilyen szókapcsolatok, egyszerűsítések. Tehát viszonylag érdemi beavatkozás az tehát viszonylag kevés volt. Próbáltam én is úgy átgondolni, hogy mik voltak az előző ciklusban azok a felmerült problémák, amiket esetleg az SMS nem szabályozott, vagy nem megfelelően szabályozott, hogyan lehet esetleg szigorítani dolgokat, egyszerűsíteni. Amit ki tudnék emelni mindenféleképpen, szerintem régi adóssága már az önkormányzatnak, illetve az önkormányzat hivatalának, hogy tehát nincsen arculata az előterjesztéseknek. Tehát az egyik az ilyen betűtípussal, ilyen betűmérettel, a másik a másikkal, tehát nincs egy olyan kép, hogy rá kattintson a képviselő az adott előterjesztésre, és akkor legalább formailag ugyanazt kapja, nyilván tartalmilag nem. Nagyon sok önkormányzatnál van arculati kézikönyv. Kicsit hasonlót szeretnénk, hogyha bevezetnénk, hogy majd a jegyző adjon egy utasítást a szervezeti egységek vezetői részére, hogy az előterjesztéseket milyen formában, hát a terjedelmi korlátok eddig is megvoltak, hogyan kell előkészíteni, de ugyanez vonatkozik a rendeletekre, rendeletmódosításokra, aki tanult jogszabály szerkesztést tudja, hogy hát tanulni kell a jogszabályszerkesztés, bár elvileg ezek a kollégák letették a közigazgatási szakvizsgát is, tehát tudnak rendeletet alkotni, de itt is kell egy egységes arculat. Aztán például gyakorlat volt a korábbi ciklusban, nem biztos, hogy kapunk vagy nyerünk hangszórót, hogy a frakció időket, tehát 5 perc általában egy előterjesztésnél, illetve úgy van a hozzászólásnak az időtartama. Nyilván van, amikor nem elég az 5 perc. Tehát magam is látom, hogy egyszerűen még annyi mindent kellene róla mondani, de nem fér bele az 5 percbe. Mit csinált az ember? Azt mondja, hogy kikérem a frakcióidőt. Jó, hát én megtehetem, én vagyok a frakció vezető, kikérem. De aztán egy másik képviselőtársam, aki tulajdonképpen nem is frakcióvéleményt mond el, hanem hozzászólás, és azt mondja, hogy letelik az ideje, hát most én is kikérem a frakcióidőt. Tehát elvileg a frakcióidőnek nem az lenne a lényege, hogy a képviselő hozzászólásoknak a terjedelmét hosszabbítsuk, hanem az, hogy valóban az adott napirend kapcsán az adott frakció ki tudja fejteni a határozati javaslatra vonatkozó álláspontját. Tehát elvileg most olyan szabályozás lenne, hogy ez a jog, ez csak a frakció vezető helyettesre ruházható át, bár ez se egyértelmű, mert nem mindenki jelölt meg frakcióvezető helyettest. Ugyanakkor meg szükség volt egy olyan szabályozásra is, hogy a ülésnek a vezetője, aki nem feltétlenül a polgármester, tehát az ülés vezetője indokolt esetben engedélyezheti az adott hozzászólásnak a túlépését. Tehát ezzel próbáljuk, ami egyébként is így történt, igen, csak akkor próbáljuk ezt szabályok közé zárni. Ügyrendi hozzászólások jó lennének, ha ügyrendiek lennének, egyes képviselők folyamatosan ügyrendi gombot nyomnak, és nem ügyrendiek a hozzászólásaik. Albizottságokat tartalmazott a jelenlegi SMS, gyakorlatilag nem sok értelme van, tehát töröltük. Tehát próbáltuk egy kicsit egyszerűsíteni, meg nyilván igazodva már az új bizottsági struktúrához is. Hát ennyi dióhéjba, aztán nyilván felmerül valami akkor. Akkor visszacsatolunk. Akkor. Köszönöm szépen. Ugye a szervezeti működési szabályzat az megszabja a rendjét annak, hogy hogyan zajlik egy képviselőtestületi munka. Paragó Tamás. Igen, ez nagyon fontos számunkra magánál a szervezet összeállításánál is, és maximálisan egyetértek amúgy ezeknek a módosításoknak, amit a
jogi és ügyrendi bizottság ajánlott. Volt egy olyan rész, amelyet én kértem, mivel hogy a bizottságoknál az volt leírva a szervezésműködési szabályzatba, hogy külsős tag csak egy bizottságban lehet, és Mátra Füredről az egyik bizottságba bekerült egy képviselőtársunk. Szerettem volna, hogyha Mátra Füred a magába a Gyöngyösváros más bizottságaiban is kicsit helyet kap, és mivel hogy Mátra Füreden őt is megválasztották, így már két bizottságban lenne benne, és ezt a SMS eddig nem tartotta így jogszerűnek, és ebben is lesz egy változás, tehát két külsős tag is benne lehet a bizottságokból, úgyhogy a közeljövőben így tudunk tovább dolgozni. A SMS még kitér a frakciók által meghatározott napi rendi pontoknak a szavazására is, ahol ugye több esetben nagyon sok napi rendi pontot szavazunk meg. Ha netán van olyan képviselő társunk, aki nem jelenik meg mondjuk reggel 9-kor, mert bármiféle elfoglaltság miatt nem tud beérni, akkor nem biztos, hogy el tudja érni azt a 50%-os teljesítési küszöböt, ami után már, amit ha nem ér el, akkor ugye a tiszteletdíjának a, ha jól emlékszem, 50%-a megvonásra kerül. Tehát ezért be fog jönni az, hogy ez az egy szavazás, ez egy szavazásnak fog majd számítani, tehát egy napi rendi pontként fog majd a közeljövőben teljesülni, és akkor nem lehetnek ilyen problémák. Mondjuk ezzel kapcsolatban én mindig felvetettem, mert már a megyei közgyűlésben is volt ez probléma, hogy nem szabad hiányozni, mert abban az esetben teljes megvonás van, indoklással viszont lehet ezt pótolni. Én azt gondolom, hogy ez kicsit komplexabban, összetettebben kéne nézni, mert lehet, hogy az embernek a elfoglaltság az olyan, hogy egy hónapban, abban az egy ülésre valami oknál fogva, másoknál fogva nem tud ott időben ott lenni, vagy teljesen mértékében egész napot lenni, és akkor nem tartom korrektnek az 50%-os elvonást, mert lehet, hogy rendkívüli üléseken, meg rengeteg rendkívüli ülés van, azokon meg megjelenik. Tehát szerintem ezt valahogy úgy kéne vizsgálni, hogy egy éves aktivitásban kéne ezt meghatározni, hiszen nagyon sok rendkívüli ülésünk van olyan, hogy volt olyan, hogy ugye minden hónapban volt egy rendkívüli, meg egy rendes ülés. Tehát azért ez felveti ezt a részét is, hogy ezt is vizsgálni kell, hogy a rendkívüli üléseken kijelenik meg. Mert szerintem az is fontos, hiszen akkor is dönteni kell, és valószínű, hogy fontos döntéseket kell hozni. Határozatképesnek kell lenni mindenki. Így van, tehát nagyon fontos a rendkívüli ülés is. Azt gondolom, hogy ezt még majd megvitatjuk, hogy ez hogyan kerüljön bele az SMS-be. Tehát gyakorlott képviselők látták az elmúlt évek gyakorlatait, nyilván ez alapján az új SMS létrehozásában is fáradoztak, és akkor kis tivadarulat kérdezni ugyanerről. Egyetért a Tamással tényleg így van, hogy nagyon sok, az előző ciklusban nagyon sok olyan rendkívüli ülés volt, ahol megjelent szinte mindenki, aki csak tudott elment. A elvonás egyébként 25%-os, de tényleg így van, hogy úgy összességében kellene nézni a képviselői munkát. Az SMS-ről korábban volt egy törvényességi felhívásunk, ami alapján úgymond átdolgoztuk a régi SMS-ünket, és a tagoltsága, sok minden megváltozott benne, most nincs olyan nagy munkánk, de mindenképpen a mostani testülethez kell igazítani a szervezeti működési szabályzatot. Ugye változott a struktúra, változtak a bizottságok, létszáma is változott, ugye ezt mindenképpen bele kell tenni az SMS-be, illetve a bizottságoknak az ügyrendjébe, hogy mivel foglalkozzon, például alakult egy környezetvédelmi bizottság, ami most a bizottsági vitákban ugye megjelent, hogy a neve kiinduló helyzetben mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottságnak indult, majd leredukálták környezetvédelmi bizottsággá, de értve azt, hogy a fontos irány az a környezetvédelem, de vannak olyan témák, amit mezőgazdaságot érintik, ezért én úgy gondolom, hogy fontos lenne egy mezőgazdasági bizottságban is, ráadásul mi olyan tagot delegáltunk a környezetvédelmi és mezőgazdasági bizottságban, aki a Nemzeti Agrárkamara gyöngyösi elnöke, illetve borászként a hegyközség tagja is, tehát azért kapcsolat van a mezőgazdasággal egészen erősen. Annak örülök, hogy az előterjesztések
oldalszáma meghatározásra kerül, a maga a stílus, ahogy íródnak, meghatározásra kerül, mert tényleg jó az, hogyha van egy arculata egy előterjesztésnek, és hasonló előterjesztéseket látunk, és nem össze-vissza stílusú előterjesztések jönnek be, és terjedelembe is változnak. Persze a koncepciók és a nagy programok azok mellékletben ugye biztos, hogy nagyobb lapszámmal fognak jönni, vagy oldalszámmal. A frakcióvezető, vagy illetve a frakcióidőre kitérve. Én úgy gondolom, hogy ugye a frakcióvezetőnek van joga összefoglalni a frakció véleményét, de ez 3 percről szól. Tehát én nem tartom ezt olyan nagy időnek, és tényleg úgy van, hogy a frakció véleménye a vitában változhat. És a frakcióvezető hagy döntse már el azt, hogy átadja ezt a jogot, hogy 3 percet beszélhet még a frakció tagja, vagy nem, mert elképzelhető az, hogy nagyon fontos a testület döntéséhez az, hogy elmondja a frakciótagja, amit gondol az előterjesztésről. Ami még ugye bejött ez, amit Tamás is említett, hogy ugye külső bizottsági szakértők 2 helyen lehetnek. Én úgy gondolom, hogy akire ő gondol, az ő részönkormányzati képviselőként került be a részönkormányzatba, viszont egy bizottságban meg szakértőként ült, tehát szerintem a 2 nem üti egymást, úgyhogy én annak örülnék, hogyha minél több szakértővel, civil szakértővel dolgoznának a bizottságok, mert annál jobb döntéseket lehetne hozni, annál szakmaiabb lenne a döntés. Köszönöm szépen. Dr. Vég Attila kíván még kiegészítést tenni, parancsoljon. Igen, még pár kiegészítést. Tehát nyilván, amit Tivadar elmondott, az igaz lehet, csak mindannyian tudjuk, hogy nem ez volt a gyakorlat. Tehát legtöbb esetben a frakcióidő arra szolgált, hogy az egyébként nem frakcióvezető képviselő plusz 3 percet tudjon még beszélni, valamikor a semmiről. Tehát ez gyakor eszembe nem jutott volna, hogy ezt próbáljuk meg egy kicsit szabályozni, ha itt tényleg a frakció vezetői vélemény az valóban az lett volna. Tehát ennyit, egyébként meg még egyszer mondom, tehát próbáltuk azt is áthidalni, hogy legyen lehetőség, hogy az ülésvezető azt mondja, hogy rendben van, Jóska Pista, Sára, folytathatod, mert fontos, amit mondasz. Amit nem mondtam, nem csak formai követelmények lesznek, vagy vannak a tervezetben egy előterjesztésnél, hanem tartalmi is. Tehát sok esetben lespórolunk rendeletnél annak bemutatását, hogy milyen hatást érünk el. Egy kicsit gondolva a döntésnek a következményeire. Tehát ezeket is próbáltuk úgy körbeírni, nem sok minden, tényleg csak alap dolgokat, hogy egy előterjesztésnek tartalmilag is hogy kell, hogy felépüljön, tehát nem csak formai. A képviselői tiszteletdíjnak a kérdése. Tehát Tamás nagyon jól elmondta, valóban ez volt az indoka, hogy változtattunk. Egyébként nem áll tőlem se távol azt mondani, hogy töröljük el ezt az egész megvonásosdi történetet, mert... Tehát egyrészt a képviselőnek nem az a dolga, hogy egy hónapban egyszer, kétszer, háromszor bejön testületül, és azt végigülje. Folyamatosan tartani kell a kapcsolatot az állampolgárokkal. Ez akár szombat, vasárnap, este, amikor keresik. Levelezgetni a hivatallal, bizottságülésekre részt venni. Most például, mivel is tölthettem volna a hétvégémet, pénteken, szombat délelőtt, vasárnap délelőtt olvastam, értelmeztem az előterjesztéseket. És akkor nem megyek el, vagy nem veszek részt a szavazásnak a több mint felébe, aztán megvonják a tiszteletdíjat. Tehát valahol ez nem logikus, nem merült fel, tehát tudom támogatni, hogy egy az egybe töröljük, mert egyébként nem fogja megtenni szerintem egy képviselő se, hogy ha pénzemnél vagyok, már nem fogok eljárni ülésre. Mert akkor majd neki számot kell adni a választóinak, hogy nem lehet még ott sem látni. Tehát erről nyilván beszélhetünk, hogy ezt vizsgáljuk felül. Ez egyébként gyakorlat, hogyha menet közben is kíván változtatni a grémium, akkor megteheti. Még kis Tivadar úr szeretne hozzászólni. Egyetértve Attilával, én gondolom, hogy a képviselőnek elemi érdeke, hogy elmenjen a testületülésre, mert akkor tudja elmondani egy adott témakörben a véleményét, de mint ahogy Attila, én is a
az elnök, én a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja vagyok, és tényleg a hétvégék, a napok azzal telnek, hogy betűről betűre átolvasva az előterjesztéseket, hogy néha egy vesző vagy egy ponthibát is észrevéve jók legyenek azok az előterjesztések, hogy értelemszerűek legyenek azok a határozati javaslatok, és tényleg minden képviselő arra törekszik, hogy a testületülés 90%-án minimum ott legyen, mert akkor véleményt tud nyilvánítani, és szavazni tud az ügyben. Ráadásul frakcióvezetőként azt tudom mondani, hogy én a frakciótól elvárom, hogy jöjjön. Tehát csak akkor tudunk teljes körű véleményt kialakítani, ha mindenki ott van a testületi ülésen. Így van, és ez, hát ez a választópolgárok kívánalma is, hogy ez így ezt a tiszteletdíj megvonást. Köszönöm szépen, uraim. Az első része a műsorunknak véget ért. Rövidesen folytatjuk a további kérdéssorokkal. Kedves nézőinknek is mondom, hogy rövid reklám után visszajövünk, maradjanak velünk.